Üdvözlöm minden kedves nézőt! A mai nap az a nap, amikor az első hetet fogjuk zárni. Fő momentumokat lehet még követni, nagyjából a tennapi nap, pontosabban a tennap hajnali napnak a eseményeiből, a záró és a fontosabb jeleneteikből is. Többek között az eszkét is látjuk majd ma ismét játszani, de az IMA-t is, csak persze különböző ellenfelekkel szemben. Én jó magam, Pierce vagyok is a ma este első mérkőzésén, itt van velem, Boci! Szia, Pierce, én is üdvözlök minden kedves nézőt itt a negyedik nap legelején, úgyhogy én remélem, hogy mindenki fit és üde, mert ma is 6 darab mérkőzés vár ránk, és bizony a C csoporttal kezdünk, akik tegnap pihenő napon voltak, és a tegnapi napról pedig ugye egy-két visszajátszást láthatunk, a klasszikus Cloud9 Flash Wolves mérkőzés, ami eddig ugye a leghosszabb meccse volt a világbajnokságnak, illetve ott láthattuk a szép megmozdulásokat. Ők is játszanak ma mind a Flash Wolves, mind a Cloud9, tehát ma a C csoport, az A csoport, illetve a B csoportnak a mérkőzéseit fogjuk megtekinteni. A D csoport, hogyha valaki beírja a felkeltett D csoport parancsot, akkor már láthatja, hogy hogyan alakult az első hét után a csoportbeli állás. De az tele van spoilerre, szóval óvatosan, aki még mondjuk most sem látott mindent. Az, hát ilyen az élőadás. Igen, azért egy 20 óra alatt illik bebótolni minden információt, mert azért nincs ez a munkahely, ahol ne lehessen elszabadulni egy pár órácsakra ugye fölfogni és megnézni mégis mi történt a nagyvilágban, főleg Amerikában, ugye ahol a mostani világbajnokság csoport mérkőzései zajlódnak. Az első meccsünk a mai nap folyamán az nem lesz más, mint az AHQ és az INTZ gárdája. Az AHQ ugye egy elég velős csapattal, az IDG-vel szemben játszott. Egy kicsit olyan tompább, lassabb meccs volt, de gondolom előbb-utóbb azért mindenképpen egy ismét színvonalas mérkőzésen vettünk részt akkor ugye, mint nézők. És tudod, ki itt hiányoltam ugye tegnap az AHQ gárdájából? Westdorf, aki viszont ma játszik. Ma játszik, aha. Három darab cserénk van ugye mára. Ugye az első az AHQ középső ösvényen nem Chowi, hanem Westdorf fog játszani. Aztán lesz még egy IMA-es csere, Bame helyett szintén a középső ösvényről visszatér Athena, és még az IDG és az H2K összecsapásából nem Pawn fog játszani, hanem Scout. Úgyhogy a középső ösvényesek cseréje a mai nap. Ami egy kicsit behallatszott még az előbb, az pedig ugye a tegnapi Rocks Tigers mérkőzésen Smabnek az a szenzációs ultia, amikor Kennennel nulla villanás, csak egy proto övvel, hát jobban 5 ember közébe ment, és egy laza 4000 sebzést így instant kiosztott. Hát egyrészt fantasztikus helyre jött, de a fantasztikus helynek azért két oldala volt, hogy hogyan alakult ez ilyen szépen. Ugye abban a küzdelemben biztos, hogy sokan nem emlékeztek már rá, de Smab mégig arra várt, hogy mikor lehet majd neki beérkezni a küzdelembe is. Valahol az elsősorban állt, de mégsem küzdött, majd pedig egyszer csak bement a Kerrick mellé. Na mindegy, de szép volt egyetlenül. Sokan próbálkoztat a nap Kennennel, és úgy gondolom, hogy ma is lesz Kennen választásunk majdnem biztosan. Egy tuti. És az ő hát szerepére Rumble sem volt a rossz húzás. Lásd Hauncertől sem. Mert ugye ha Kennen bejön, akkor még a Stuckerre lehet valamennyire őt is lassítani, illetve persze elvágni az útvonalakat a két gárda között. De a Kennen ugye még az LCS folyamán is folyton mondta, főleg Buci, hogy keleten már rég nyomatják agyba főbe a Kennen, mint az állat. Így van. És a világbajnokságon persze, hogy mindenki meg fogja mutatni azt, amilyen van. Egyértelműen körülbelül 5... De szépen lassan egyébként így alakul a meta. Vagy így 4 nap után láthatjuk azt, hogy például, hogyha most már a felső ösvényre nézzük, akkor ilyen körülbelül kétféle matchupot vehetünk észre. Vagy a Playmaker ilyen csapatharcos, kezdeményező matchup van, ugye Kennennel, Rumble-lel karöltve, vagy a régi megszokott tankos, Poppy Trundle esetében, illetve ugye aki még az erősítésének köszönhetően újra a metában, illetve a hősök között van, az ugye Jace még, aki nagyon szívesen érkezik a felső ösvényre. Tehát így nagyjából már kialakulhatott, legalábbis 4 napra rá, talán ezt tudjuk elmondani a felső ösvényre. A dzsungelben pedig ugye nagyon erős a tiltási rész, úgyhogy ott inkább azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal változatosabb talán a dzsungel választás. Ugye elég sok Skarnert látunk mostanában. Olaf, aki újra visszatért. Trick, Trashy, agyba főben nyomatják az Olafot is. És, ugye Lee Sin neked kedvenc, vagy kedves karakter. Hát erősítés kapott Lee Sin egyértelműen, meg
láttuk, hogy igazából van olyan fázisa már a játéknak, amikor ugye nem számított előtte bármennyire megszerzett aranyelőny, amikor már egységes mindenkinek a pontos aranyállása, akkor igazából az idéző képességek újratöltési idején és egy-két fontosabb helyzet változtatást okozó végső képességen van a hangsúly. Lásd, Lee-Sin rugás, lásd, visszatetésen levő villanások tömkelege. Na most ugye Lee-Sin le is zárnám, mert lehet megint belemenni túl hosszú gondolkodásba és hozzászólásba. A telepi napnak ugye már vége van, aki látta, látta, aki nem, az, hogy holnap megnézi. Holnapi nap folyamán, hogy tudjuk nagyon jól, hogy iskola van, pontosabban már ma reggel iskola van, és ugye sokan dolgozni is mentek. Ráadásul ugye mára most 1:45 van, tehát nem is sorálkoznék, hogyha sokan elkezdenek búcsúzkodni, hogy sziasztok, eddig bírtam, elaludtam, reggel iskola, tatara. Holnap mindenképpen délután 3 órától szeretnénk már elindítani a élő, mostani élő livestreamnek majd a visszajátszását, ugyanis úgy gondolom, hogy azért 2-3 óra felé mindenki hazaesik, és aminek az elejét nem látja, azt még talán most éppen megnézi, tehát talán egy sikeresebb időt sikerül belőni. Meg az a baj, hogy ez új hét kezdődik a hétfő, és akkor mindenhonnan folyni fognak a hírek, ugye az LCS-ről, meg a Worlds-ről, meg mindenről. Nincs az az Isten, hogy ne fuss bele egy spoilerbe, bárhol is van, szóval minél hamarabb el akarjuk azt is indítani, hogy délutáni program lehessen már iskola után például. Például, úgyhogy holnap is jövünk még majd visszajátszásra, viszont most élőben nem sokára majd kezdődik az ESQ, illetve az INTZ-nek az összecsapása, ugye LMS régiójában második helyen tovább jutó, vagy kijutó ESQ, illetve a wildcardosok első helyezete az INTZ fognak összecsapni. Ugye az INTZ-nek már van egy győzelme méghozzá az EDG-vel szemben. Hát igen. És az ESQ is meg tudta már verni az H2K-t, ugye az volt a ominózus összekeverjük a neveket című, vagy legalábbis a csapatneveket adás. É, viszont most én úgy gondolom, hogy amelyik csapat elhozza ezt a pontot, az viszonylag jó lépést tesz majd a jövő hétre vonatkozóan, mert két ponttal mindenképpen sokkal jobb indulni majd neki a második nagy-nagy csoportkörös hétnek, és pont azért, mert nem feltétlen olyan meggyőző az EDG játéka, van esély arra, hogy akár őt is, akár a második helyre beslisszolva tovább lehessen jutni a C csoportba. Jóformán mindenkinek. Hát igen. Na, és az első meccsen ugye az EHQ, hát és az INTZ meccsen szerintem semmit nem lehet levonni, mi történhet. A statisztika itt most nem segít semmit, legalábbis a világbajnokságon szerzett statisztika nem segít semmit abban, hogy ki érdemli meg. Az INTZ volt ugye hát az első nap nagy meglepetése, vagy talán az EDG volt az első nap nagy csalódása. Bárhogy is fordítjuk, az INTZ nyert, akkor is ugye ez egy óriási motivációval jött a következő napokra, és utána sem szerepeltem úgy rosszul, és úgy gondolom, hogy az EHQ-nak igenis van félni valója egyértelműen, de én Revoltáját nagyon szeretem mindig az INTZ csapatát, ugyanis amit ő produkált nekünk csütörtökön, pontosan az péntek hajnap, ne csütörtökön, úgy gondolom, hogy nem véletlenül volt ott, de másnap pont azt láttad, hogy Revolta egy olyan karaktert hozott, mely nem a játék első szakaszában megfelelő, és már is egy lassabb, sokkal lassabb. Idézőjelben semmire kellő játékot csinált, mert ez nem igaz, hanem ez a tudj-múgy, és akkor várunk is, és cselekszünk, hogyha csapatküzdelem van, de csapatküzdelem meg nélkül szépen lassan már az INTZ legutoljára kikapott. Illetve Jankosznak az kárnerje iszonyat hát, volt, tehát az, hogy 1v1-eket úgy le tudott hozni, hogy a villanás karóba húzás képességgel pikpak meg tudta szerezni az H2K-i az előnyt, és ezt az előnyt egyébként nem is adták ki a kezükből. Láttunk már pár olyan mérkőzést, amikor azért viszonylag nagy előnyből is el lehetett veszteni egy-egy meccset. Viszont érkezünk a választási és tiltási fázisba pillanatokon belül HQ, illetve INTZ. Így van, és közben ezzel mindenképp szeretnétek szólni, hogy a moderátoraink folytban azon fognak dolgozni, minél hamarabb kapjátok meg a linkeket az aktuális meccsekről, lehet mindenkinek szavazni. Szeretnénk, hogyha mindenki elmondaná véleményét egy szavazás formájában, hogy mégis szerintem melyik csapat nyer, ezt mindig a meccs első percében be is fogjuk olvasni, hogy szerintetek ki a jobb, a wildcardos csapat, vagy pedig az LMS-ben játszó csapat, EHQ, pontosan INTZ és EHQ-ről lehet szavazni. Mindenki nesse meg a chatet és stropolos linket, keresem majd benne. Valahol ott van, csak már fölül, mert spamelünk. De nem baj, legalább élet van a chaten, hajnali egy 1:45-kor. Abszolút. És Grár, Twisted Fate, Karma, Syndra és Tamkencs Olaf tiltás érkezik
Bezdanak a tisztít fétje nagyon fontos. Igen, hallom. Revolta el is mosolyd. Hát igen, tehát hogy ő is hallja valószínűleg még igen. Egy picit, vagy látja egy picit így a képernyő fölött, vagy örül a közönség, hogyha azt a Lee Sin-t hozza, amivel az első nap ténylegesen brillírozott, ugyanis Mountain elhozta Nidalee-t első választásnak. Talán a tiltásokra nem maximum a Twisted Fate-et lehetne kiemelni, de az meg abszolút Vezdor elleni tiltás, de a többi az egy abszolút érthető és vállalható tiltási. És a Twisted Fate tiltást nem tudtam még elmondani, de elmondom még egyszer, és le is fejezem. Vezdor. Szinte egy backdoor. Alapvetően az ő Twisted Fate a kezében, és megkapja azt a kellő tiszteletet, hogy kivágják a fenébe azt a karaktert előle. Viszont a Mountain megkapta Nidalee-t, és első választásként voksolt rá az AHQ. Már majdnem én is, mint a közönség feladottam, hogy jöjjön már az az Evelyn, kell az Evelyn. Főleg így, hogy tudom azt, hogy ki az ellenfelem, tehát nem, nincs egy Rek'Sai, aki lebuktatna a szonárral. Teljesen át kell alakítanom az őrszemezési stratégiát. Várnék most már egy Evelynt, akár még a következő mérkőzésen Clear Left-tól, vagy most bármi. Most is lehet igazából Revoltánál is. Benne van a karakterei között, ugye Evelyn is, de továbbra is Lee Sin volt megcsillogtatva. És mivel Nidalee-t elvitte Zeeb Mountain-nek, így ez már nem lesz lecserélve más jungle-es karakterre, ráérezze simán az INTZ választási sorrendjét felállítani, akár Jokester is hozhatja majd legutolsó választóként a mérkőzésen, ugyanis azt mondta, tényleg ráérnek S választással, viszont ugye Mika, aki azt mondta, hogy jöjjünk be, na most Jokester Namia lehet már S mellé, nem fog beleférni a büdzsébe, viszont Alistarra gondolkozik, ugye Albis el is hozza Sivirrel együtt, agresszívak is lehetnek az alsó és ilyen majd Sivirrel, Alistarral is, még valamelyest a pajzs miatt ugye védelme is lesz majd AN-nek. Ez így van, és azért megvan már bőven az a hard engage, vagy az a robbanékony kezdeményezés, hogyha lehet így fordítani magyarra, Alistar képében, amivel mindenképpen már eléggé sok játékos tudott jól teljesíteni, gondoltuk itt akár Matáékra. Viszont Ana kezében az a Sivir jó lehet Mikau-nak a ultiait akár levédeni, tehát az S választással azért már felfedett az INTZ egy olyan taktikát, hogy szeretnének mindenképpen ezzel a képességgel egy olyan kezdeményező lehetőséget kihasználni, amire például Tokersnek a Cassiopeiája nagyon jó lehet lekövetésre, tehát azzal mindenképpen meg lehet a gyorsaság. És meg is van, itt van Revoltának a Lee Sin-je, és marad. Jokester pedig bárdalja. Marad a Lee Sin, hozza Revolta, de valami hiper gigantikus felsősvényes tank szükséggel tetik az INTZ-hez, mert be fog Revolta tankosítani, és igazából az első nap, az első Lee Sin megmutatta azt, hogy miért jó ez a karakter, nem kell rá feltétlenül sok sebzést terezni, elég rá egy harcos. És onnantól kezdve jöhet bármi, Fizzen gondolkozik Vezdor, a másik elég fontos karakter számára, tavaly is végig nyomta vele, ha volt rá opció is, úgy gondolta, hogy megfelelő karakter ellen tud is érvényesülni. Cassiopeia-n szerintem igazából működhet is alapvetően Fizz. Nyugodt szívvel beszavazható, Jayce pedig szintén ugye választás alatt lehet Zeeb kezébe. Egy a különbség most még, az AHQ-nél van tank, bármennyire is támogató játékosból, de egy tank fog elkészülni abban az Alistarból, míg a másik oldalon most erre kéne reagálni valahogy a Jayce felsősvényre, mert Malzahar jön végül a középsőre, nem jön Fizz. Rumble. Rumble in the bully, hogyha marad ilyen kezébe. Így viszont ténylegesen nem lesz túl sok tankosság. Talán majd Revolta harcos kiegészítő utáni építkezése megoldhatja azt, hogy az ő plusz pajzsával még esetleg tudjon tankosítani egy kicsit, esetleg védeni. De akár Rumble jön, akár Cannon, ugye volt még egy Kled megmutatás is, sem Rumble, sem Cannon nem feltétlenül a tank, viszont egy nagyon jó kezdeményező, illetve csapatharcban rettentő hasznos kis figura a League of Legends hős bázisából.
Hát az alaptámadásra rendelkező Jace-hez mindenki érdemes hasonlót választani. Ugye Rumble önmagában nem lett volna rossz a kompozícióba, tény és való, nagyon csodás lett volna vele küzdeni, de elképzelhető Jace akár szóló gyilkosságokat is hozott volna saját magának a Rumble-lel szemben. Viszont kellene igazából barom jó választás Jace-re is. Hosszú távon mindenképpen. Az esélyen fázisban is ugye lehet majd reagálni ugye az Eve-nek a játékára. De azt se felejtsük és sose engedjük el azt a szót, hogy energia nyaláb. Előbb-utóbb Ziv bármely harcban, ahogy Nidalee is, akár Mountain kezei által álló háborúban maximálisan nyerhet. A sors keze egy nagy segítség lesz majd az INTZ-nek ahhoz, hogy egyrészt utolérje, bekerítse és mögé kerülhessen, vagy konkrétan mellé kerülhessen ezen kompozícióhoz. A karakterek adottak. Nagyon kíváncsi leszek a közésőség párbajra is igazából Vezdor által, hogy mit fog tudni csinálni ezzel a Cassiopeiával, mert... Hát kerülgetni mindenképpen kell azokat a mérgezéseket, mert nagyon nem egészséges, amikor éppen... A méreg nem egészséges? Méregben áll folyamatosan, utána jöhetnek persze a méregfogak, és szépen a sebzés is egyre-egyre nagyobb lesz majd Trockernél. Viszont azért a visszapattanó pengének, annak a bumerángnak, amit dob Sivir, szintén van egy jó kis távolsága, tehát a piszkálódás akár három karakternél is meg lehet az H2K oldalán, és hogyha ezt kihasználják, akkor bizony már nagyon kevés életelővel érkezhetnek egy-egy csapatharcba az INTZ játékosai, tehát lehet, hogy neki kéne kezdeményezni. Esulti, Bard kábítás, Revoltának egy-egy jó rugása, és ezért ott van Kennen és a forgataggal. Viszont elkezdődik a mai negyedik csoportkörös napunk. Az első mérkőzésen az EHQ gárdája kék színekben, míg az INTZ piros színekben fog játszani. Mountain és Revolta pedig ugye ugyanazon útvonalon közlekedve találkozhatna egymással, de Nidalee azért a egyes szintűként jóval több képességet tud használni ugye a már csak az átalakulása miatt. Nem biztos egészséges Revoltának már most harcolni, a közönség pedig a legelső Bard alaptámadástól is megőrült konkrétan. Muszáj. Bard ilyen, tehát hogy ő azért közönség kedvenc, vagy legalábbis a közönség nagyon sokat szokta szeretni, azért látjuk ezt mind Európában és kifejezetten Amerikában. Ez a nyíl zápor azért most nem sikerült Mikautól, de azért, mert ki mentek Ann és Albis párosa a hármas nádasból, és ki is örszemeztek, úgyhogy ők maradhatnak itt. Egyik alsó ösvény páros sem fog valószínűleg bónusz tapasztalati ponttal kezdeni. Az egy logó volt, Buci. Nyert az INTZ. De ezt nem látták az INTZ-isek, tehát hogy ez most egy olyan dolog volt. Igen, de akkor... Jó, akkor, igaz, de nem akkor az arcba, világos, értelek, igazad van, Buci, tény. Hoppá! Albis pedig elkezdte a porrázózással ezt a bulit. Joxer pedig próbált volna válaszolni valamelyest. Joxer, aki a Namikkal próbál az elmúlt napokban mindenképp jeleskedni, és mondom, hogy Bard egy sokkal több opcióval ellátott, hát ösvényen királykodó karakter lehet mondhatni, és ezért az alagút rendszer, amit ő majd összeépít a csúszdázásokkal, azért nagyon sok meglepetés okozhat még az EHQ-nak is. De legfontosabb, amiért Bard be lett választva, az a sors keze. Úgy gondolom, hogy mind Jace és mind Nidalee nem feltétlenül akar max gyilkosság befejezésnél az arcba ugrani. Van képesség bőven arra, hogy ezt messziről is megtehesse a piszkálódás, úgymond. Miért is ne? És végül is valahol a Bard is alkalmas arra, hogy életerőt töltsön. De most igazából Alistar is. Így van, hogy valahol kiegyenlítik ezt az alsó ösvényen, és a kozmikus kötelék majd tökéletesen fontos lesz, hogy hogy talál. Miközben, ha rá pillantunk így a szavazásra, amit a kedves hát én most kell mondani. Nézők tettek meg, 70%-a mondja a nézőknek, hogy az EHQ fog nyerni, míg 30 szavazott az INTZ-re. Ezt a magyar nézők mondják. Ezt a magyar nézők, el. Igen. Tehát túlnyomó többségben van jelen pillanatban itt az EHQ rajongó tábor. Nem is rajongó tábor, de őt satszolják nyertesnek. Vezdor passzívtól pedig búcsúzik, így végig köpte Tokkerhoz az agyát. És a manája is eléggé vészesen fogy már Vezdornak, de most még Tokkerhoznak is.
életerőtelek, vagy kortyolják, mind a kettőnek van sütemény a képességekből mesterségből kitanulva. Erre volt a pedig az őrszem takarítással. Foglalkozik jó a kombó Jokesterre, ugye Ayan is. Albis, aki bünteti a támogató játékosát az INTZ-nek, tehát bárat jó dolog megölni is, érdemes fókuszálni, abszolút. De hosszú távon nem. Tehát amikor már az ösvényfázisnak vége van, akkor a bár kergetés általában fucsba torkollik. Mountain pedig Midalihoz képest, amit elvárunk tőle, nem a saját dzsengelében van. Ez így van, ugyanúgy elhozza az ősi krugokat az ellenfél dzsungeléből, ahogy a sajátjából is, egyébként ott nagyon szép volt az, hogy kihúzta a szörnyeket, így viszont nem tudott érkezni, ugye Revolta középső ösvényre pedig végül nem tudott rajtaütni, és Vezdornak kellett hazamennie ideje korán. Így ő még egy Dorán pengével próbálja biztosítani az elkövetkezendő perceken a stabil ösvényfázist. Felső ösvényen pedig látjuk, hogy a piszkálódás egyrészt azért Zivnek kedvező, azért távolabbról fogja tudni lőni az energia nyalábokat, és hogyha Yang nem túl ügyes, vagy nem jól táncol, akkor az bizony fájdalmas tud lenni, főleg úgy, hogy Dorán pengé és a kezdés, tehát azért túl sok védelme még nincsen Zivvel szemben, akinek a hosszú kardja azért fájdalmas. Revolta pedig a felső is jön, jöhet, akár sikeres villanás kiszedés is lehet ebből, alsó hangon Yang megindul kábítani, jön Revolta, Ziv válaszol nagyon szépen, innen a kezdet pedig egy minionok valamennyire Zivvel vannak, Revoltának ez fáj, Yang most dobja még hátba valamilyen szinten, Revolta bajban lehet, kérdés elvillani, nem, óó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 
gól! Nagyon sok minion volt, ami segítette Ziv munkásságát. Yang mégis bevállalta, majd ő halt bele, de Revolta sem volt messze tőle, és az, hogy fordulásból Ziv az energianyalábot nem Revolta felé lőtte, az hatalmas volt, és ma majdnem abba belehalt Yang. Centiken múlott. Pontosan nagyon szép volt egyébként a visszafordulása is Zivnek, de nézzük azt a visszajátszást, ami az előző csapatharcról ment. Kezdeményez a gyorsítással Yang, de ő kapja rögtön az energia nyalábot. Revoltának pedig még kevés az élet, és nagyon szépen váltott kalapácsra Ziv, mármint a közelharcira, így folyamatosan tudta sebezni Revoltát. Majd utána a villanás egyébként jó Yangtől pont azért, hogy Zivet kábítani lehessen, de itt volt már Vezdor, ő is elhasználta mind a gyorsítását, mind a villanását, és így meglett a gyilkosság. Méghozzá középső ösvényre vándorolt, de Ziv is örül a támogatásnak, be is tudott fejezni már egy átoknyelőt. Ha ott a Zivet megöli, ha Ziv megöli azt a Yanget, akkor annak ez még Revolt és valószínűleg elvillant volna, ez pedig a Jace. Támogatást szerzett Jace, átoknyelőbe jön vissza, ráadásul Mountain is följött a felső ösvényre, Revolta közelben sincsen, villanás nélkül Yanget kell megölni, Mountain már 6-os szintű alaptámadás találdára, szintén Yang, ez itt Viszlát. Nagyon szépen használják ez EHQ azt, az előző Revolta rajtaütésből Yang totális hátterembe kerül, és ezt ki kell használni, meg kell büntetni, meg kell alázni. És Vezdor ment volna egyébként megint csak föl, hogyha bármiféle persze probléma érkezett volna. Így viszont az alsó ösvényre Tokers és Revolta fordul. Itt egyelőre An és Albis párosa van, mindkettő ötös szintűek, tehát nincsen végső Revolta képesség. Ezzel a minion, azzal a két Krugel 6-os szintű lesz, azt ne felejtsük el. A második tornya mögé lép vissza Alistar és An. Az első toronyra való... Hát... Nem lesz túl sok minion, bár jön a következő hadsereg. Kérdés, hogy erre lesz valamilyen válasz, lesz-e valami érkezés. A felső ösvény fele szalad igazából Vezdor valamelyest. Ebből el lesz lopva Revolta vörös szeder hátja. Az első toronyból származó lóvét elhozza az INTZ. És ezzel lesznek egálban. És ezt a taktikát egyébként láttuk már egyszer, és akkor az a meccs végén is nyertesnek bizonyult. Tehát, hogyha meg tudott indulni az egyik csapat egy-két gyilkossággal, egy jó ezer, majdhogy nem ezer arany előnyre tett szert, akkor ezt a forgást már láttuk, hogy négy emberrel valamelyik ösvényre gyorsan elhozni a külső tornyot, ezzel biztosítva az, hogy a lemaradás ne legyen túl nagy. Mountain! Talált szép a rugás és villanás kombó Revoltától, Mountain pedig elmegy közben, és jó a kövi termesztés! Mountain nézett bele, még Jokstert akarta volna megölni, de ez már késő bánat. Nagyon szépen produkált igazából Revolta, de utána volt egy kis lag nála, mert a földre csapása már
semmilyen ember nem volt, akit eltalált volna vele a közelbe sem, de nézzük csak még egyszerre. Alapvetően a visszafordulás ugye Mountainnak az volt, hogy megpecsételte az életét, Revolta nagyon szépen rúgja vissza, utána ugyan némítva van, de Tokernek kell mennie utána, és ahogy Tokers belenéz konkrétan Mountainnak a szemébe, aki visszafordulna egy dárdadobásra, így viszont a kővédermesztést tökéletesen talált, már egy gyilkossággal is gazdagodott az INTZ csapata. Érdekes volt, de a gyilkosság megvan, és ezért ugye, ahogy te is mondtad, kicsikét szép az INTZ, ráadásul hogy aranyban mindenképpen a helyén van, de ez torony előnyel történik jelen pillanat meg, ráadásul az első torony előnyével. Tehát ha már így számolunk, akkor annyira nem fényes azért a helyzet még az INTZ-nél, de az biztos, hogy a gyilkosság mindenképpen jó helyre került, Tokers mancsaiba. Ugye ezzel a Vezdor is már egy ideje rendelkezik ez egy ilyen gyilkossággal. Jenga az, akinek nagyon el kell tűrnie, hogy Ziv most a király az ösvényen. Ez a falván is maximálisan látszódik. Igen, az a 30 az, azért az nem kevés, miközben Mountain látja, hogy itt van. Egy őrszem, Tokers pedig szépen fordul vissza az érkező láncsáktól. Revolta pedig jön a forgat, aki megy kb-t pazív. Kérdés, hogy mire ideje Revolta, nem ha lemeg a Jeng. Ez a kérdés, van rugás. Zív még torony alá is be is megy szépen, okosan társát védve. És nem kapkodva Revolta megjön végül. Elhozza a gyilkosságot ugyan, de Zivnek nincs teleportja. Tehát van egy kis idő arra, hogy... hogy megpróbálják ugye valahogy visszára fordítani azt az előnyt, ami Zivnek van, a sárkány közben elhozza az HQ, ráadásul pokoli sárkány, miközben Amex, Amex, 7-11-nek, köszönjük szépen a 9. havi feliratkozásodat. És meg is születtél, tehát ez így van, köszönjük szépen még Amex egyszer a támogatást. És ugye azért tehette meg ezt az EHQ, és jól reagált a felsősvényes zsilkosságra, ugyanis tudta, hogy Revolta Young megsegítésére érkezett a felsősvényre, így viszont a 800. bónusz fizikai és varázssebzés az EHQ oldalán lesz elérhető most ideig, óráig, sőt a játék végéig. Kérdés az, hogy jön-e még majd pokoli sárkány, mert a második sárkányunk az bizony egy gyorsításos felhősárkány lesz. Tokers egyébként vásárolt magának egy sejemövet rögtön a játék legelején. Abszolút nem szeretné, hogyha az a marok, ami Vezdornak a végső képessége betalál, akkor végig kelljen állnia. Ajjaj. Jeng. Van egy kis baj. Jön föl egy Mountain, egy egész hegy. És Vezdor is a közelben volt, de most jelentően visszább lépett. Még nincsen villanása forgatag, van. Nem sok hiányzik hozzá, hogy lehessen Jengnek forgatagja. Addig csak egy villanás kéne behozni, de már tornya is elment, Jeng azonnal villan. De Mountain még azért annyira nem könnyen levakarható, ugyanis ő egy Nidalee energianyaláb. Jó lett volna, Revolta is megjött már, csak késő. Mountain a célpont, Revoltának rugás kéne, nem elég a sebzés! A minion nincs vele, és Ziv lesz így megetette még egy gyilkossággal. Ez sajnos baj, és megint ott van a kapu, lehet szaladni Isten hírével. Eljön Ziv, eljön Mountain. Hát ez szomorú. 2-0-ás erejé, és még a torony is meglett ugye az EHQ-nak, sőt még el lesz belőle. És Albis följött a felső ösvényre, és a középső ösvényre. Fölbizony, hogy most egyedül hagyhatta Hunt, ugyanis neki egyrészt van egy varázspajzsa, van már elérhető vadászatonja, tehát azért menekülni mindig képes egy civil, így ő kvázi tud egy ösvénytolást egyedül is végrehajtani. Mikao lehet bajban! És még Alistair is rávillam. Hát ennek itt a vége. Nem értem, ezt nem értettem. A gyógyítást sem értettem sokat, de a villanást meg aztán végképp. Sok kombó tény és való arra, hogy több nagyobb cícét ne legyen már az EHQ-nak, az INTZ-nek, de egy ennyire zsákutcában ugye ennyi mindent eltolni erre, mindegy! Végső képes ugye Mikának nem volt elérhető igazából, tehát ez már sokkal kisebb esélye volt bármilyen túlélése, de itt is mi az, ami nyert? A rálátás maximálisan, mert de a falon túlról kezdte az agyát kisziporkázni már Vezdor ennek az esnek. És látszott, hogy ott sunyul az EHQ középső ösvényese, semmit nem tudott ebből Mikao, hogy merre menjen, mi történik, és a saját középső ösvényének kettes szintű tornya alatt jóformán megkapta a gyilkosságot, ez pedig az alsó ösvényének kettes szintű torony elhozatal, ezzel már 4-re módosul a bedöntő tornyok aránya az EHQ csapatának, és
így viszont lassan már 5000 aranyjal képes vezetni a tájvani gárda, miközben Revolta picit ellen dzsungelezik, ezzel próbálja valahogy megfosztani Mountaint egy-egy tábortól, és a felső ösvényre érkezik majd az INTZ csapata, vagy legalábbis arra tolták föl egy picit az ösvényt. Mountain érkezik szépen föl, itt össze fog verődni az EHQ gárdája. Azt ne felejtsétek el, hogy Alistának majdnem minden képessége elment az előző Mika megölésére. Pontosan minden képessége az csak egy villanás, de az bőven elég arra, hogy Alistának már meg lehessen mondjuk kicsikét másítani az elszánt vagy megtervezett kombinációját képességeivel. A hanghullám talál, de Revolta most nincs abban a helyzetben, hogy bemenjen erre a Mountainre bármilyen formában, főleg úgy, hogy Alistára mellette instant másodpercig állunk és várunk szindróma. Tokers pedig Mountain buktatja le, jön Revoltára Albis, majd Ziv szintén, ez fáj, sors keze, ajjajjajjajjajj, jön Jokester, Mountain pedig villan Tokerszel szemben. De közel volt pedig, Mika! Hát ő sem lesz jelen pillanat még Vasily Zajcev, de még lehet. Abszolút, viszont Tokers szépen villan nagyon. Ez az, amikor az Albisnak nincs villanása, akkor ezt még éppenséggel ki lehet dzsukkolni. De ne felejtsük el, hogy Tokersnek villanása ezért kijött. És ő mégiscsak egy mágus. Ő jelentek el, hogy kicsikét nehezebben fog tudni menekülni. Ráadásul még gyorsított is. Ez az, tehát még a gyorsítása is. És mamája sem volt már, tehát. Mármint egyébként nem szereti a kígyókat, ez valószínűleg azért lehet, mert ugye ő egy cica, tehát a cica és a kígyó az nem biztos, hogy túl sok kráig jóba lesznek egymással. Folyam! Igen, Mika, hát ez az a kombó, amit láttunk Kürótól is tegnap. Akkor egy paranoia jött rá válaszul. Most először egy Albis, aztán pedig Nidalee Dárda, aki ugye egy kettes volt eddig. Kellő sebzéssel, ruden vízhangjás, jungle-es tárgyal kiegészülve, van benne tisztes sebzés, tisztes távolságból főleg. Ez így halott es. Pedig ugye pont azt akartam mielőtt még, hogy érkezett Vezdor Mountain kombója, hogy Mountain az, aki folyamatosan belenéz Cassiopeia szemébe, ettől ő kővé dermed. Az előbb is pont ezt láttuk, hogy éppen csak az utolsó utáni hajszá volt, ami még életben tartotta őt. Közben Revolta védi meg ezt a kettes szintű tornyot, de hát ez már túl sokáig nem fog állni. Itt az EHQ-nak egy kisebb rohamra lesz csak szüksége, hogy ezt is bedöntse. Zivnél másfél tárgy van kész, míg Yang nem tudta ugye időben befejezni még a protoövét sem, mert vásárolni kellett egy karvértet, Ahn, illetve Ziv sebzését csökkentvén. Most fejezi be ebben a pillanatban, ahogy kimondom ezt a protoövet. Mountain pedig egyedül elhozza majd a felhő sárkányt, ezzel az EHQ 25 pont mozgási sebességgel lesz gyorsabb csatán kívül. Megmondom őszintén, hogy az ennepének folyamán, amikor azt mondjuk egy Jinre, hogy mondja sebzése lesz majd, de a második tárgy befejezés előtt már... Revolta ugye visszáblép. A hullám talál, Albis nem a legjobb célpont, ez tény. Vadászaton legalább kijött. És a csúszdával lehet menekülni, ezzel pedig az INTZ teljes mértékben lemond erről a találkozóról. Tehát azt akartam mondani, hogy amikor a Jin is azt mondja, hogy oké, srácok, én tudom, hogy jó, kéne a sebzés a játék végére, meg lőjek ilyen nyolcadakat bele a toronyba, de hogyha egy manzalában ellenem, akkor veszek egy sejemüvet. Ezt mondja a Jin, és az S és a Jin hasonló kategóriába sorolható. Egy különbségesnek van egy végső képessége, mely KB, de igazából a kivirágzása pedig Jinnek van, hogy KB-tson, ha bármi más előtte belelépett valaki. Ez hiányalom egyértelműen essen, talál a Dárda, Jokesternek rossz súzdája van, kapja kapát, és az csak egy Dárda és csak egy energianyalá volt, ami Jokester életeréből ennyit csinált. És az egy szerencs, hogy nem talált még a második Dárda, tehát. Így van. Hát ez az, hogy ő azért annyira nem tankos, nem egy Alistar, akinek van törhetetlen akarata, bármennyire is egy szinttel magasabb Jokester Albisnál, viszont egy pirosat kap közben Ziv, méghozzá az ellenfél pirosát. Ez is előny. Alapvetően az EHQ a játék eleje óta próbálja uralni a pályát, az INTZ pedig csak reagál egy-egy lépésre. Nem volt rossz ötlet kétszer is érkezni a felső ösvényre, valahogy megfogni Zivet Revolta részéről, viszont Ziv Jace-ét nem lehetett megfogni.
nagyon gyorsan zabálja a Thornnak az életét az AHQ. Revolta a közelben, van neki minden ahhoz, hogy valahogy kezdeményezni, de Mika már nem fog részt venni ebben a küzdelemben. Yang pedig a épessége fellökve, és Albis elrontja a kombót, bár nagyon sok minden tényező volt ellene. Az még éppenséggel ölhető Mika lehet, Yang azonnal villa többiekre. Meg fog halni Albis biztosan, a csere így 1-0, de ez toronybukás után történt meg. És igazából csak maga a mozgási gyorsaságán múlott volna az INTZ-nek, hogy ezt hamarabb megcsinálja, mert Albis rég megindult már torony alá. Sajnos még jelen pillanatban kicsikét fáziskésés alatt van az INTZ, és nehezen követi le az AHQ hívásait. Ez így van, itt van a kezdeményezés, és Albis inkább visszafele lökte Younget, pontosabban saját csapattársai felé akarta, én úgy gondolom, nem talál közben a sors keze, és gyönyörű szép még az, hogy a halála előtt éppen nem még kiasztja a kifárasztást Youngre, innentől kezdve el tudott menekülni az AHQ, tehát egyet hibázott Albis, viszont utána ezt jóvá tette azzal a kifárasztással, én úgy gondolom, még a halála előtt. A kifárasztás mellett pedig ráadásul még Ziv is észnél volt, és egyszerűen nemes egyszerűséggel lelökte Kement magukról, ezért nem volt több kábítás igazából, hogy a Yang által hiába villant be. És itt igazából bevillanásról van ez nagy szó, mert a protoöv még egy dolog, az a mindig az nemrég készült el, és alapvetően lesz majd homokóra is Yangnél, de a homokóra sem biztos, hogy elég lett volna ahhoz, hogy megkapják a kábításokat a többiek is, Albison kívül. De Ziv most nagyon helyén van. Azért ez se rossz statisztikai mutató, hogy az AHQ, hogyha a 20. percben vezetni tudott, sose vesztett. Akkor sose vesztett itt most a 2016-os nyári szezonban. Az valami. Tudjuk azt, hogy egyébként azért nem volt mindig ez így, hogy vezetni tudott az AHQ, de attól függetlenül ez egy eléggé magabiztos statisztika. Vadászatom. Vadászat off. Igen? Szóval azért 10 meccset, 10-szer kikapott az AHQ, tehát nem volt tökéletes szezonja, nem arról van szó, de ez nem rossz. Én úgy gondolom, még egy pokoli sárkány érkezik majd 1 perc 40 másodperc múlva, ami hogyha megint csak az AHQ csapatához kerül, akkor az INTZ szépen lassan ilyen végelgyengülésben fog elérezni, meghalni. Tehát ugyan egy-egy torony beljebb, egy-egy inhibitor beljebb, egy-egy gyilkosság az AHQ-hoz is, betarálja valahol a bázisát. Most az INTZ-nek egy baronnasor szükségeltetne, vagy legalábbis nem engedhetik meg, hogy az AHQ elhozza ezt az erősítést. De utána igazából nem tudom. Revolta is, nézd meg, egy sejemöbre van kényszerítve. Hol a tankosság arról a Lee Sin-ről? Mert ez menekülés inkább, vagy legalábbis mentőeszköz, nem tankosság. Vagy a kombó biztos befejezésért, de teljesen mindegy, nem ez. Az a sejem, inkább mehetne Mikára, mert még mindig tojik rá, hogy mit kéne venni. Határtalan pengével siet, olyan, mint Caitlyn, jó rá megvenni minél hamarabb, óriási fog lépni, Ashe is. De Westdor eddig bárkinek kezdte a lelkét kisziporkázni, általában Mikának, az belehalt. Tehát ebből kell egyrészt Mazár ellen is érdemes már azonnal ezen gondolkozni. Még nincs. De majd eljön ennek is az ideje, hogy Mika is megvásárolja a sejemövet. Én úgy gondolom, hogy meg lesz majd. Nem azon múlik, hogy nem akar, csak hogy mikor. Igen, csak egy sejemővel. Tehát, hogy most pont az a lényeg, hogy egy sejemővel Ziv és annak a sebzését, illetve az ő képességeit igazából semmisít. Tehát, hogy nem lehet egy... Hogy szerintem az luxus, hogy egy Mazárra 3 sejemövet vegyünk. Mert persze ott van még Albisnak a kombója, és Alisztár is kábít, miközben fel vagy dobva a levegőbe, értem én azt, de... Nagyon nagy luxusnak tartom. Közben Yang befejezte a Zonya homokóráját, tehát azért már ő is bőven tud úgy kezdeményezni, hogy beugorjon majd. Aranyhörcsög legyen belőle. Mountain pedig igazából a szóló sárkányok királya ezen a meccsen. Ez a harmadik sárkány, amit megint egyedül fog elhozni jó formán. Na jó, Zippe, beköszönt. Hát... nincs meg. Nincs meg valahogy ez a... húran való pendülés az INTZ-nek, de elég régóta, és azért a 20. percen
percben megszerzett előnyt. Látjuk, miért nem bukja el az AHQ. Olyan nyomást tanúsít az INTZ-re. Olyan őrszemi játékot gyakorol ott, ahol éppen támadni készül. Most délen voltak, nézd meg, mindent látom. Nincs olyan szektor, amit ne látnának, és egy darab van csak északon, a barondlás. De tökéletes helyen is van. Elég. Tehát ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, amit az AHQ őrszemi játékban tanúsít, akkor, amikor vezet. Sokszor volt, emlékszünk, főleg tavasszal olyan meccs, az európai és amerikai LCS-ben is, hogy megvolt a 10K-s előny, és nem tudta a csapat, hogy mit csináljon befejezés érdekében, hol tudnak gátat törni, és hogyan, milyen minőséggel és milyen gyorsasággal. Az AHQ statisztika alapján ebben jó. Hogy kell megcsinálni azt, hogy a mestek végig is legyen, és ne legyen flash wolfzozás. Hát lassan igen, hogyha már annó volt ilyen, hogy dignitaszolás, akkor majd... Hát sajnos eddig a flash az ötödik meccsen meglátjuk, bár az SKT ellen rettentő nehéz lesz nekik most bármit is tenni, viszont azért már egyszer verték meg az SKT. Itt kezdődik! Jokester lelke kisziporkázva. Sajnos erre már nem is tudom fölvinni igazából a hangerőt, hogy hú de jó, mert... Figyelj, úgy jó, persze, hát neki úgy nincs még sejjel, mivel nincs Mikael. Ha rávillanz volna Westdor, meg minden, várjál most Mountain, ez még jó lehet, de kapásul Albis reagál, Mika már pedig villant, és rajta van Mountain a nyakán. A válaszsebzés nem rossz, revolterra jó a dárda, Mountain pedig Mikát akar majd ölni, és Mika is tad meghal, majd Tokerzi hátul még takarít, de jön rá Ziv, Ziv pedig orribilis sebzésre rendelkezik, ráadásul még ugye maga adott, mely elviszi Cassiopeia-t. Hát ennyi. Azokkal a kis üresség lényekkel mindig számolni kell, de megvarta! Mountain lehet, opá! Elrontott az ugrás, és még gyógyítás jön ki Aent-től, hát a falon keresztül megmented a róka jányt, vagy hát a cica jányt. De elmondom őszintén, hogy amikor egy Mazár végső képesség kijön úgy, hogy nem kell érte villanni, az probléma lehet, jön Yang, Zivet szeretnének ölni. Jó. Figyelj, ez egy ilyen, hogy is mondjam, vigasz. Abszolút, legalább meg egy ilyen CC rengeteg, ami Jokester és Yangnél van, tehát hogy hova menekülne az Eve, sehova pontosan. De attól függetlenül a felsősvényen elhoztak egy inhibitort védő tornyot, és gyilkosságokkal egyébként azért rendelkezik az AHQ is ebből az összecsapásból. Tény, ami tény, hogy kijött Zivnek az átok nyelője, illetve meghalt most már másodszor ezen a meccsen, de a második tárgyát be is fejezte, ez pedig a visszajátszás. Mountain szeretné kitakarítani azt a mindent látó őrszemet. A kezdeményezés jó Mikától, viszont iszonyat sebzése van. Mountainnak pont ezért gyógyítani is kell időben. Még jön a teleport, aztán Toker az, aki nagyon szépen fordul le, viszont a végső képességét nem tudja úgy alkalmazni Westdorra, hogy az neki is jó legyen. Az pedig egy rémálom, hogyha Ziv, illetve Westdornak a képessége is folyamatosan pörög rajtad. Így viszont elhullott a kígyó is. 10-6 a gyilkosságok állása, de a 10.000 aranyelőny majd hogy nem megvan már az AHQ-nál. 3 darab sárkányuk van, és 7 tornyuk. Ez olyan célpont előny, amit körülbelül 40 perc múlva tud majd letolgozni az INTZ. Na most, ha valaki azt mondta, vagy nem tudta volna, hogy Albis Mifán termet, hát ő a reflex fáról jött le. Hát amilyen gyorsan reagált arra, hogy az őrszem után két játékos látva megszakítja a Mountain-re érkező támadását Mikáéknak. Hát úgy gondolom, annál szebb igazából, és gyorsan nem is talán lehet, de semmilyen úton, módon. Fantasztikus, ki se rakta az őrszem, ott van két ember, villanak, fantasztikus, amit Albis produkált, és igazából lassan már azt mondom, hogy ezred másodpercedek töredéke alatt reagálta ez Albis le. Szóval, na hát az AHQ támogató játékosa nem piskolta ezt, tény és való, eddig is tudtuk. Kicsikét most a csillagot. Pontosan. Védekezésre azért mindenképpen van lehetősége az INTZ-nek, mind Cannon, mind Tokers, mind pedig Mikao tud szépen farmolgatni az érkező minion hullámot, viszont annyira előre van tolva az AHQ front vonala, mind őrszemekben, mind pedig karakterekben nézve, hogy könnyedén megtolják az egyik, vagy esetlegesen mindhárom ösvényt, utána pedig Baron Nashort is lehet belőle hozni, tehát nagyon oda kell figyelni a INTZ-nek, hogy mikor merre mozog. És persze, vannak őrszemek a pályán,
már mint pirosak. Viszont most a baronna sorra rálátásuk nincsen. Igaz, Mikaónak elérhető a kék talizmánja, illetve elérhető még a drónja is, mert ugye ez egy olyan, mint egy drón. Hát úgy néz ki tényleg, mint egy drón. Pedig igazából az galamb is lehetne. Vagy... Jepjő! Jogster, hát ez így meghalt. Kérdés, hogy lesz-e rá bármilyen válasz. Ezután ember hátrában lesz az INTZ. Ha inhibitorre megy az EHQ, már pedig valószínűleg arra is elmehet, de baronra is nyugodtan. Albiz fog találkozni Revoltával. Hoho, ki van itt? Mondja ezt Albiz, illetve Revolta is visszább vonul, majd utána haza teleportál. Inhibitorra pontosan arra vonul az EHQ. Tokersnek és Mikaónak kell védekeznie. Látjuk, hogy köszönhetően Rohan hurikánjának azért könnyedén letakarítják ezt a minion hullámot. És ugye ezek a minionok még nincsenek felerősítve. Ez pedig combo Tokers. Hőmidermeszt is ment valamíg zívve és ár és milyen szíven fordult vissza, viszont jó a mentés még. Revolta benne a buliban. Éppessége még ember nem halt meg. Majd most kezdi Yang a sorait, forgatak kimenése nélkül hal meg, ez baj lehet, AM benne a buliban, ő meghal, Revolta és elmegy szintén, majd hátul azért Mika lőtte a hegyet, az bedőlt, 2-2-esre végül, ami nem rossz, de inhibitor bukás után jött megint az INTZ nyerekbe. Szép volt egyébként a megvédése igazából Tokersnek, mert a kezdeményezés tökéletes rá. Albiz visszalöki, viszont Zivnek így nem találhatott az energia nyalába, viszont utána pedig érkezett a Revolta védelmére. Tokers van némítva ebben a pillanatban. Jogster pedig átvillanja a saját Nexus tornyát, azzal pedig, hogy Revolta berúgta konkrétan a torony alá az HQ játékosát, így kialakulhatott a 2-2-es sere, viszont a felső ösvényen érkeznek majd a szuper minionok. Így arra mindenképpen oda kell figyelnie az INTZ-nek. 2-2-es a csere, és egy inhibitort bukott még ebből a brazil gárda. Lassan érik a baronasor elkezdése az EHQ-nak, viszont az előző küzdelem azért nem ment annyira jól, mint ahogy szerintem tervezte az EHQ, és az, hogy Mika olyan sokáig élt, és még villani sem kényszerült, az elárulhat dolgokat. Fevő sárkányt hozza el az EHQ, ez a második már nekik. Több elemi sárkány nem lesz. Tehát 37.-8. percben pedig ugye már egy elemi sárkány, és olyan elemi? Egy ősi őselemi sárkány fog. Őselemi sárkány. Hát igen. Fog érkezni majd, ami az INTZ-nek is jó. De ez EHQ-nek nagyon a tényleges sebzések mellett, amit majd kapni fognak belőle. Tartja az előnyét az EHQ. Egy toronnyal és egy inhibitorral beljebb az elmúlt 8 perchez képest. És van maradna sor régóta. Opció lehetne az elkezdése. És a tánc mellette, de vannak fontosabb dolgok, amiknek a bedöntésével vagy próbálkozásával meccset nyert, azok pedig a tornyok. És ugye inhibitorok nélkül sokkal nehezebb kimozdulni, például egy vesztes csapatnak, vagy vert helyzetben levő csapatnak. Van kéke Mountainnek, nyugodtan dobálhat kristálykövel kiegészülve, pedig ugye égépességgel lassít is. Illetve van még egy Athénéje, tehát hát kicsit támogatóbb jellegű. A gyógyítás boostolja, mint az állat, az Hold Ziher. Tökéletesen jó. Felnap. Kezdben majdnem megfulladtam, de Mountain éppenséggel, hogy te is mondtad, azzal kiegészülve, egy elég csúnya sebzés, és hát ez a tánc fantasztikus volt. Minden kettő föl, másik le, sors keze pedig nem talált. Inhibitor lassan el fog fogyni, sőt, azt a megjár minden. Mikao is. Semmi élete nem maradt Mikaónak, de a másik poén az, hogy már az Nexus tornyot ütik a Super Minionok. Ez az inhibitor is kicsúszik az INTZ kezei közül, és egy a baj, hogy ilyenkor már túl sok minden figyelmet fog fordítani az EHQ az alsó és fény inhibitorja bírőtornyára, míg az INTZ hát próbál védekezni itt is, ott is, és talán még lent is. Ott is kell mindenképpen, ugyanis 5 fővel érkezik az EHQ rohama az utolsó éppen maradt inhibitort védő toronyhoz és inhibitorhoz. Sújtás volt Mountaintól, tehát még van rálátása a déli dzsungelre, Jogster pedig némítva és iszonyat sebzést kell elszenvedni a Zivtől. A távolság abszolút dolgozik az EHQ-nak. Mountain, Ziv, Vezdor és Án is folyamatosan távolról tudnak úgy piszkálódni,
hogy Zivre nem talál közben Mikaónak a kristály nyilvesszője. Nincs még minden veszve, mert azért van egy Lee Sin is igazából a játékban Revolta által, de ezen kívül a sors keze még nem talált a meccsen. Úgy, hogy előnyt faraghasson belőle igazából az INTZ. Egy Nexus toronnyal kevesebb. Most már az INTZ. Hát, én is tudom, betontára. Dőlnek ezek a tornyok is, amit ne felejtsünk el, hogy Jenga még a protoövel farmol, az gondot jelenthet. Mikának pedig az energia nyaláb fél életerő búcsúztat el alsangon. Szinkron miralás, így Revolta nem tud visszafele rúgni egy Vezdort. Az a Malzáp pedig most már 5-1-3-as is, megint csak túléli. Oké, gyorsított is. Tény, megijedt Revoltától. De a csapat többi tagja közben bevert az alsó és fény tornyát és inhibitorját. És egy magabiztos Baron Nashorra mozdulhatnak ki. Amint elhozták a Baron Nashort, utána pedig egy darab, vagy legalábbis az ESQ számítása szerint egy darab csata, illetve egy darab roham. Revolta pedig... Hát ez csak próbált volna benézni, a Krugra mehet, hanghullámmal akar. Kérdés, hogy jó döntése. A Baron Nashor lopására nagyon nagy távot és sok áldozatot kell hozni az INTZ-nek. Vezdorizzi! A két szétfidelt állat pedig szétszedi Revoltát és Jokszert. Jön Yang válaszolni Zivre. Bele a lépességgel Vezdor, de Zivnek az alaptámadása igazán csodások. Energiányalába pedig le Ziv hátul. És azért Mountain és AN is hátul produkál. Mika nélkül vállalta ugye ezt az INTZ. És így sem sikerül védeni ezt a Nexus tornyot. Négy ember jön Mikára. Van egy végső képessége, ez sem még az is mellé megy. Albis pedig... Mika már a Pika jelenlétét is elkezdett futni, a sebzés jó, AN szintén reagál. BAM! Hamar a fejeződött. Hát ez... Tudják, de az EHQ az, ki őrszem játékával, tehát makrojátékkal olyan szinten kizónáztatta, teljes istenverte INTZ Gárdát a pályáról, hogy nem hogy arra nem volt lehetősége, hogy hívás kezdeményezhessen az INTZ, hanem reagálni sem tudta pontosan lekövetni, vagy valahogy észrevenni azt, ami történik körülötte, mert hát, lekörözte. Szerintem egyik sárkányt se láttak például, hogy Mantin elhozta, és általában egyedül szállt szembe azzal a fenevaddal, mind a négyjel, ugye két felhő, illetve két pokoli sárkányt tudott elhozni az ESQ csapata, tehát hogy arra semmi esélyük nem volt kimozdulni. De az a legbiztosabb, hogy úgy nem volt esélyük kimozdulni, hogy ők hozták el az első tornyot az alsó ösvényen. Hogyha csak itt a pozícionálást nézzük, felmennek természetesen a színpadra, meghajolnak, ahogy ezt egy keleti csapattól illik. Ez nekem annyira szimpatikus minden keleti csapatnál, hogy meghajolnak mindig a közönségnek, ez mind a... az ő... Albis meg amilyen pici, annyira agresszív. Hát... Szokták kicsi mondani, kicsi a bors, de erős. Pont. Így van. Én ezt az első nap aztán MLSG-re mondta, hogy kicsi a bors, de agresszív. Keleti játékosok azok általában ugye kevésbé lovaknak készülnek, mint például mi. És... De az Albis féle reakció idő nekem gyerekek még mindig egy szent fazék. Tehát amit ő ott produkált annál, amikor a Mountain-re már kijött úgymond a kezdeményezés, és mindeközben... Hát nem tudom, tehát remélem lesz erre egy visszajátszás még most, mert azt még egyszer meg kell nézned, neked is még egyszer sasonod kell, és kezdj el számolni, vagy próbálj meg lereagálni, nem lehet. Tehát Albis egy őrült. Abszolút nagyon és szépen. És utána jönnek a többiek. Igen, és most is, tehát láthattuk egyébként, hogy Ziv tökéletesen kiszámolta, hogy jó, akkor az onyomókor mikor jár el, kitette a kis kaput, oké, Yang, akkor most fogsz meghalni. Abszolút uralta a pályát, és uralta a játékot az ESQ csapata. Jóformán a legelejétől a legvégéig nem nagyon volt olyan szituáció, amikor az INTZ-nek esélye lett volna bárhogy is úgy visszajönnie a játékba, hogy ez ne arról szóljon, hogy egy 70 perces meccsen majd a legvégén eldől a két csapatharc után, hogy be tud-e dönteni még 10 tornyot körülbelül az INTZ. Tehát, hogy egy darab bedöntött tornyuk volt, semmilyen sárkányra nem tudtak kimozdulni. Az őrszemjátéknak köszönhetően minden egyes olyan kicsapást, amit a piros csapat szándékozott a saját bázisáról, rögtön rebuktatta az EHQ. Jó játék volt. Sokszor milyen kis motoros bőrruciban van ilyen messziről nézve.
Biztos lesz közelebbi kép is. Nagyon remélem, mert addig én nem megyek innen sehova. Igen, addig nem. Addig én nem, hát nem fogok elmenni a gép elől. Értem, értem. Jó, előtt. Nézzük, nézzük. Egy a lényeg, hogy nézd még, nézd. Na jó, nem bőrúc ide, azért, na. Ilyen csillivili. Ilyen sjokszos. Ilyen mindig csinos bármit vesz föl. Már a vállal nagyobb, mint az enyém. Na de mindegy, lényeg, hogy az AHQ jelen pillanatban nyert ezen a meccsen az INTZ-vel szemben. Hát egyébként európai is. Elvenni. Ló, nem? Tehát az előbbi az európai. Elvenni ezt nem lehet már az INTZ-től. Ezt a vesztett mérkőzést, és úgy gondolom, hogy kezd azért az a hierarchia kialakulni, hogy mégis hova való az INTZ, vagy pedig az AHQ kapcsolt olyan 8-asba, főleg a... Hát inkább ezt mondanám. Meg a 20. perces vezetés utáni kötelező elhozása az megint egész kiemelkedő statisztika, hogy egész nyáron a 26 alkalom a 20. percnél levő komolyan vezetés, azt általában mindig nyertes meccsre váltották be. Úgy gondolom, hogy ez mindenképpen ismét nem semmit mondó dolog, hanem nagyon is fontos tény volt, és megint bemutatta azt, hogy kell ezt csinálni. És nem értem, sosem értem, mármint viccen kívül, nem az, hogy sosem, nagyon sokszor nem értem a cseréket. Amikor, tehát azt a részét értem, hogy megadjuk másoknak is a lehetőséget, hogy bizonyítsanak. De még akkor is, hogyha ez köztudat, hogy nem tudom, szimpatizálok egy csapattal. Tegnap, hogyha Vezdor játszik a középső ösvényen, szerintem még szorosabb, és akár még az AHQ felé is billenhetett volna az EDG elleni mérleg. Egyszerűen most Vezdort nem lehetett megállítani, persze egyszer-kétszer meghalt, és na bum. De attól függetlenül kulcsfontosságúak voltak a némításai, a markok, egyszerűen nagyon jól tudott még az utána érkező plusz időleges sebzéssel is számolni. Sokkal magabiztosabban játszott, mint tegnap Csaui. Hát ez egy ilyen buli, de még ugye az AHQ-s úriembert faggatják. Nem értem, miért nem mondjuk Albis, mert azért sokat tett ő is hozzá, de jó azért a Vezdori Ziv is a sebzés horozásban jeleskedtek, és a sorskeze még az, amit talán említésre méltó, még mielőtt lezárnánk a mi saját elemzésüket a visszajelzések előtt, mert ugye azok is lesznek még. Nem tudom pontosan, hogy bármi volt az oka, miért jött ugye a Gyalisztárral szemben, de először bár lett választva, azt hiszem talán. De ugye a sors köze arra, hogy Mountaint vagy Zivet utol lehessen érni, és valahogy Nem, bár nem később tudom. Lett választva, mint Alistair. Akkor volt, meg hogy aztán főleg nem értem. Nidali, Alistair, Sivir, ez volt az első három, és a másik oldalnak az első két választás az Ash volt, és Cassiopeia. Akkor ugyanúgy a sorskezét szerintem lehetne, hogy ami azért lett hozva, hogy be lehessen őket érni, de egyelőre egyszerűen nem voltak lefegyverezve. Nem. Sem Ziv, az... sem Mountain. Valamikor egyik, valamikor a másik, de egyszer a kettő soha, meg hogy sorskezére épült csapatküzdelem legyen, olyan egyszer sem volt. Na most akkor lehetne ezen filózni, mi és hogy, és pontosan mi, merre, hány méter. Volt az INTZ-in perc, amikor magasan vezettek, 1000-1400 aranyal. De az is elég csalóka volt, mert akkor egyelőre egy toronnyal is mentek, vissza tudtak jönni gyilkosságokban, és maximum ennyi volt az a pár perc, amikor meg volt az aranyelőnyük, de ez is pont ugye a statisztika miatt csalóka volt, mert amint bedöntötte a tornyokat az AHQ, ez az aranykülönbség nemhogy eltűnt, hanem bőven. Hát 30 alá soha nem ment például Zivési ennek ugye a farm különbsége, nem. Tehát meg azért. És akkor ez most jó, hogy kiemeled, mert Zivnek az ösvényének a snowballozása, na, tehát hogy aki kérdezte annó, nem tudom, még talán tegnap a chaten valaki kérdezte, hogy mi ez a snowball vagy hógolyózás, ez például tökéletes, valamilyen szinten tökéletes példa volt, az, hogy Mountain kétszer-háromszor érkezett a felső ösvényre, vagy neki nem is kellett érkeznie, mert Ziv 1v2-ben megoldotta a problémát, akár itt most meg is nézhetjük ezeket a visszajátszásokat. Nézd meg, minimum. Jace alapvetően abszolút meg tudott indulni ezen a mérkőzésen. Két ember van itt, de folyamatosan támadják rá volt, tehát a minionok, és Ziv pedig tökéletesen jól váltja a fegyverét, így megvan a plusz területi sebzése is, és Yangnek a nem tudom, a hatodik érzéke az, hogy akkor ő ott egy kicsit arrébb tudott táncikálni az energianyaláktól, mert ebből egyébként bőven egy laza kettős gyilkosságot is kihozhatott volna Ziv, és folyamatosan Yang hátráltatva volt ezen az ösvényen, így viszont Ziv
könnyedén tudta megnyerni mind a saját ösvényét, mind így ezért farmolni, és láttuk utána, hogy egy-egy lövedéknek a sebzése fél életelőket tudott letépni egy támogatóról, egy lövészről, akár még Toker középső ösvényes Cassiopeiáról is, tehát egy ilyen Jace ellen nagyon nehéz volt már úgy készülni, hogy ki lesz az. Hát igazából a Revoltának kellett volna abszolút beugrania és teljesen likvidálnia, vagy legalábbis a csatából kirúgnia Jace, de amint beugrott, Ziva azt mondta, hogy jó, akkor ja, hogy itt vagy közel, akkor átváltok kalapácsra, és leverlek, tehát így. Ha egy olyan 15 másodperce későbben Revolt, akkor nagy valószínűséggel pedig már nincs annyira rátolva az ösvényen Zivvel együtt maga a felső igen. része, akkor valószínűleg visszalépett volna, de 9 minion volt Ziv mellett, és 1 Yang mellett, ami össze is dőlt, mire Revolta odament. Onnantól kezdve úgy gondolom, ez az ösvény az el volt ásva. És akkor van egy Ziv, meg majd egyszer lesz egy Yang is, aki ráadásul kétszer Ziv által így átalakulok, és ki lehet igazából tessékelve maga a csapat küzdelmekből, forgataggal együtt. Forgatagos toll! Igen. Forgatagos toll. Forgatagos stúl. Forgatagos toll, igen. Stúl. Nem? Forgatagos stúl. Forgatagos stúl. Ja, mindegy. Stúl. Stúl. Stól. Na mindegy, puci. Ezt hagyjuk. Ne. Ezt nem kellett. Ezt látod, nem kellett volna. Na de mindegy. Most föl fog robbanni a chat. Nem hiszed? Viszont egyébként a külföldi elemzők az EHQ-nek adták a mérkőzést, innentől kezdve igazából Krams az, aki csak hibázott, megérdemli, nem, dehogy is, ő az INTZ-be bízott, mert egyébként egy nagyon szimpatikus csapatról beszélünk, viszont ugye C csoportnak az első mérkőzése véget ért, jöhet a következő, az EDG, illetve az H2K között, most egy rövid szünet, jövünk vissza.